Sziasztok, mi vagyunk a Hollywood Rose. Erik, Jesse, Zaba, Viktor. Ne felejtsétek, olvassátok és nézzétek az e-kultúrát, és azt se felejtjétek, február 6-án találkozunk a Klub 202-ben, egy farsangi buli keretében odaverünk. Sziasztok srácok! Közel 2 éve találkoztunk itt legutoljára. Nem kérném, hogy most az elmúlt 500 napot meséljétek el, de egy lényeges változás mindenképpen történt, hiszen több mint 1 éve új gitáros van a csapatban, Erik személyében. Így van, sziasztok! Pontosan 1 éve kerültem bele a csapatba, talán lehet egy kicsit több is. Igen, úgyhogy jól érzem magam. Frankó mindent. Ugye, könnyen ment az összecsiszolódás, illetve Erik beilleszkedése? Nem. De. Relatív. Zaba? Szerintem már? Volt már néhány is. Nem, egyébként nem. Kopogtak. Nyilván ő teljesen más stílusból érkezett, tehát azért, és az elég nagy feladat volt itt átvenni a szóló gitárosi posztot, mert hát azért mindenki tudja, aki zenét vagy aki nem, hogy ez egy mérvadó dolog a Gáznál, hogy milyenek is a szólók. De persze voltak bőkenünk, de hát rengeteget próbáltunk, úgyhogy ő ezt teljesen jól vett, ezt az akadályt. Emberileg meg szinte nulláról rendben volt a dolog, úgyhogy abszolút vicceltem, tehát hogy tényleg. Illetve ha jól tudom, Erikát régebb óta ismeritek, tehát nem több fordulós castingon. Nem. Gyerekkorunk. De. Nem. A kanapés casting volt? Az. Hát azért hoztam a kanapét is. Nyilván nem. Emberileg össze kell lecsiszolódni, zeneileg össze kell csiszolódni, de abszolút. Hát ugye a casting annyira nem volt, hogy amikor ugye megtörtént a baleset, akkor én igazából küldtem neki is, vagy talán az Erikkel is beszéltem telefonon, hogy szóljon, hogyha lát-e valakit. Aztán fölhívott, hogy látott valakit. Látott valakit, és hogy ő magára gondolt, és akkor beszélgettem a többiekkel, és igazából elsőre nyilván hát láttuk már őt gitározni, tehát nem volt zsákban macska, tudtuk, hogy ügyes, illetve hát ismertük régebb óta, tehát tudtuk, hogy az emberi részével nem egy hülye gyereket fogunk bevenni, tehát hogy ez azért megvolt. Rögtön Erik első évében lehetőségetek nyílt nem kisebb személyiséggel, mint ugye a Cilinderes legendával Slash-el egy nap játszani Sopronban. Sikerült találkozni is esetleg vele? Hát integettünk messziről, igen. De igazából szerintem annyira nem is, lehet, hogyha kicsit jobban utána, annyira nem mentünk rá a dologra. Tehát nem. Bár amilyen buli volt, én lehet, hogy találkoztam vele. Meséljük. Nem tudom, arra már nem emlékszem. Azóta van egy cilinderem. Hát tényleg. Na, igen. Ja, hát azóta van cilinderem, aha. De akkor csak sikerült találkozni vele, tehát valahogy összejött. Csak magas voltam, alig elfog. Van ez így. És Erik, a te szempontodból, vagy a szemszögedből milyen volt ez az 1 év? Klassz. Emberileg jó arcokat ismertem meg, illetve kerültem velük még közelebbi kapcsolatba. Zeneileg pedig nekem fejlődés. Tehát egyrészt kihívás is volt, a második szempont meg az is volt nekem, hogy kicsit önző leszek, de fejlődni is akartam, mert úgy éreztem, hogy valahol valamilyen szinten megrekedtem, ami már azt veszélyeztette, hogy igazából gondolkodtam, hogy abba is hagyjam a zenélést, mert sok volt, de sok adtam. Aztán jött ez a lehetőség, és hál' Istennek új inspirációk jöttek, új dolgok jöttek, tanulhattam is dolgokat, írhattam is dolgokat, tehát így abszolút jó nekem, pozitív ez az 1 év, ami eltelt. Gondolom a turnébusz jobban összehozta az emberi kapcsolatokat is. Abszolút. Tényleg, ki a székkülföldön az Erikkel egy szobában? Én. Ez érdekes, mert megörökölte. Ez egy leosztott lap évek óta, fogalmam nincs, hogy miért nem változik. Mert hogy, tehát nem azért van, mert valaki rosszban. Ezt én elmondom, és ne haragudjatok meg. Ketten nem horkolunk a zenekarba, Erik és én. Ez így van. Csak ha nagyon sokat iszunk. De akkor is Viktor elalszik hamarabb, és nem hallja, hogy horkolok, tehát az én horkolásom titok. Csak mi halljuk a másik szobában. Tehát ez így fog maradni. Ennyire okosabb lettem, ezt nem tudtam. De szerintem mi sem horkolunk. Nem. És
kitalált meg egy sztorit. Meg az este arra van, hogy aludjunk. Persze. Hát nem, de egyébként itt tök jókat szoktunk beszélgetni, ez ilyen standard. Én Zabával alszom, Luki pedig a szocióval, úgyhogy ennyi. Két rót pedig együtt. Hetekben már nyílt titokká vált, illetve most már konkrét dátumok is vannak, hogy Slash, Dust és Axel újra egy színpadra áll. Szerintetek ennek lehet konkrét zenei élménye is a nosztalgián kívül? Mert ott van Slash, aki a szóló csapatában játszik Guns dalokat, ráadásul Miles Kennedy-ot úgy elénekli, ahogy valószínűleg Axel már sose fogja, és fénykorában tudta talán, illetve Axel elmúlt években mutatott színpadi produktuma nem biztos, hogy fényesítette az ő csillagát. Hát igen, mondhatni, hogy nem volt túl erős a dolog, de én ezt úgy gondolom, hogy szerintem zenei élményben is igen, tehát azt, már erről volt erről beszélgetés, én aztán beszéltem is róla, hogy nyilván nem ugyanazt várja egy 54 éves embertől valaki, mint amit 23 éves korában teljesített. Ez nyilván az elmúlt évekből adódóan valószínűleg nem is várható. Viszont szerintem zeneileg is, én úgy gondolom, hogy azért össze fogják kapni magunkat. Ugye azért ott van a Slash mellett ugye a Duff is, aki aktívan zenél jól. Most nem tudom, hogy a dobos poszton mi lesz, hogy lesz, meg a ritmusgitáros poszton, ugye a Dizzy Did az szintén ugye zenél. Valamilyen módon az Axl Rose is, én feltételezem, hogy azt nálam lehet, hogy ki is kötötték, hogy azért kicsit össze kéne kapni a dolgokat. Az, hogy egyébként miért állnak össze, miért pont most, ez megint csak egy ilyen lehet lődözni a labdát, biztos, hogy senki nem tud, hogy miért, de én úgy gondolom, hogy itt ilyen minden tényező közrejátszott, ugye, hogy a DJ Asba elment a Gánzból, akkor mi legyen, hogy legyen, a Slash ugye elvált, valószínűleg, nem ismerem az amerikai jogviszonyokat, de valószínűleg úgy van, hogy igen, tehát vitte a lovat is, és hát akkor úgy gondolta az öreg, hogy talán netán-tán azért lehet, hogy most akkor megpróbálhatnánk, mert biztos az ő kettőjük viszonya volt a döntő ebben a sztoriban, 100%. Ebből ti, mint Tribute zenekar tudtok profitálni? Maximálisan. Azóta is. Reméljük, hogy... Hát biztos tudom. Vagyok benne, hát szerintem csak el kell, hogy induljon ez a történet, aztán, hogyha tényleg lesz több Guns N' Roses koncert, akkor biztos vagyok benne, hogy a zenekarnak is az ázsió is meg fog lesz. Hát most így meglódult egyébként egy kicsit ahhoz képest, hogy a Viktorra beszélgetünk, hogy így a felkérések száma meg minden, tehát nyilván ennek is köszönhető, hogy egy kicsit visszakerül a köztudatba az, hogy Guns N' Roses, ha másoknál így, aki nem Guns rajongó, azoknak is így tudat alatt ugye a látás vagy a perifériájukba kerül ez a dolog, mert beszélnek róla meg a médiában, meg Facebookon mindenhol lehet hallani róla, úgyhogy ez biztos, hogy számít. Meg ez nagyon jól lekövethető volt külföldön, hogy amikor, hát most is megy, de amikor ment aktívan a Volbeat és Metallica előtt játszott, és utána új lemez, és tényleg aktív volt a csapat, számtalan, és abba futottunk bele mindig a külföldi menedzsmentnél, hogy
hát igen, jó lenne, de a Volbi tribut zenekar játszik, de a Volbi, de... És most reméljük, hogy majd előtérbe kerül megint a gáz valahogy. Biztos az benne, hogy így lesz. Tuti. Hát csak induljanak el, és legyen, tehát ne az legyen, mint hogy exoroznám, hogy ő szokott volt lenni, hogy hát akkor most akkor megint összeveszek mindenkivel, meg a két órás késés, meg még más. Meg ne legyen kritikán aluli a produkció, amit előadnak, mert most tehát azért az benne hát van, hogy... Megetetik meg maguknak, Erik, tehát szerintem azért ilyen szinten van, már nincs, hogy úgy megy föl, hogy nincs fölkészül, akár fizikailag, akár szellemileg. Szerintem én biztos vagyok, ráadásul ilyen gázsi mellett, biztos vagyok benne, hogy felszívják magukat. Exoroz. Biztos. Hát ő biztos, hogy felszívja. A főjebb már ne. De igen, ezt én is osztom. Legutolsó Exoroz albumon, de azért vannak ilyen hírek, hogy esetleg arról is játszanak, hát nagyon reménykedek, hogy nem. Mert azt úgy kicsit úgy hülyén vennék ki magát, én nem nagyon szeretném, hogy mondjuk a Disaylábot, mondjuk a Slash szóló, olyan furcsa az, hogy ez az egész, azt remélem, az csak én kószak. Eleve jó lenne, ha valami új anyaggal előrukkolnának. Igen. De lehetne megtanulni, mert... Na például. Jó. Például. Mert már AC/DC-t már nem lehet. Nem csak ezek a nagy sztárok kezdtek én velem munkába, hanem hát ti is elő fogtok rukkolni nem sokára valamire, hiszen az új évet a stúdióban kezdtétek. Meséljetek erről, mi történt ott felvétel. Nem, hát igen, most így mindenféleképpen szeretnénk a nyár közepe felé valami lemezt kihozni. Már csak azért is, mert... Hát ilyen CD lemezt, nem? Hát ja, CD lemezt. De hogy, mert hogy azért így jammelgettünk, és azért kicsit új szint hozott az Erik is ebben a dolgot, kicsit megtolta a szekeret, meg hát rengeteg szöveg is van. Most egy dalt már elkészítettünk, az annak hamarosan kész a klip, és pont ma forgattuk le. Kicsit más stílusban is bele kóstoltunk, ez a pont most mentek a viták itt a próbában, hogy előre vagy hátra, vagy egy kicsit jobbra vagy balra. De nekem mindegy. De neked mindegy. Szerintem az egy nagyon jó szám, úgyhogy remélem, hogy abból is lesz valami még. Igen, ezt szerettem volna kérdezni, hogy milyen számok születtek, így hogy más a csapat összetétele. Erik hozott valami újfajta ízt, szint, vagy picit visszakanyarodás, esetleg új vizekre. Hát, szerintem azt hozta, hogy ami egyébként nálunk mindig Jesse-vel is, meg többiek is beszélgettük, hogy nincsenek szarrágitározva, bocsánat, a nóták. Ez nekem marra szimpatikus volt, meg nincs túl bonyolítva semmi. Ez nekem nagyon bejött, és így azért jóval megkönnyíti egyébként a munkát. Talán azt lehet mondani, hogy kevesebb a pánkos elem a dalokba, amik íródnak, tehát inkább ilyen rock and roll felé tendál a dolog. Aztán majd meglátjuk. Az említett dal, amelyhez klip is készül, milyen klip lett? Image klip, történetes, esetleg C? C az oda. Egyébként C. Szöveges klipet fogunk csinálni rá, ami azért mégse ilyen számítógépes szöveges klip, hanem manuálisan. A digitális elemeket elkezdtük űzni belőle. Tehát maximum azok az eszközök voltak digitálisak, amivel fel lett véve. Egyébként képileg teljesen analóg lesz a dolog. Ebben a digitális... Mozdul vezető barát.
manapság nektek egy ilyen dallal hova lehet eljutni? Tehát érdemes mondjuk rádióknál kilincselgetni, vagy marad a YouTube? Én szerintem nem akarunk sehol eljutni. Tehát ha nagyon belemennék, akkor visszakerülnék még az első kérdésre, vagy a másodikra talán, hogy ki akar hol lenni, de igazából mi nem akarunk sehol lenni. Mi írtunk dalokat, ami szerintünk jó, azt fölveszük, aztán meglátjuk, hogy mi van vele, de még pont erről ment a vita, hogy ami nem a mi stílusunk dal, abba belenyúltunk, hogy az például szerintem pont olyan dal, ami egyébként menne a rádióba, de valamire nem az a cél, ha nem megy, akkor se ejtünk könnyeket. Meg szerintem nem arra dolgozunk, hogy ebből popsláger legyen, hanem ez azért rockzene. Az meg tudjuk, hogy meddig mehet el, úgyhogy... Szerintem igazából az, hogy most már a maga a zenekar el tudja magát helyezni ebbe a zenei piacba itt Magyarországon belül, tehát hogy nagyjából, hogy hol tart, és emiatt nincsen most nekünk plusz igényünk arra, hogy na most fú, ez a dal lesz, amivel be fogunk futni. Eddig is voltak fesztiválról megkeresések, motoros találkozókról, egyéb helyekről, szerintem ezután ugyanúgy lesznek. Ha szerencsénk van, akkor többet játsz a rádió ezt a dalt, ha nincs szerencsénk, akkor pedig maradunk ugyanitt. Akkor be se kell. Akkor maradunk ugyanitt, viszont örülünk annak, amit már eddig elértünk ezzel az egésszel. Viszont azt reméljük, azért nagyon sokan fogják szeretni ezt a számot is, hogy egyébként a saját számokat is nagyon sokan szeretik, hála Istennek, és ezért érdemes csinálni. Meg hogy szeretünk együtt muzsikálni, tehát igazából ez a lényeg a dolognak. Ha nem szeretnénk, akkor eljátszuk odánzt, találkozunk akkor, amikor megyünk a koncertre, és jó napot kívánok. Alkotni jó, mert azért az ember életében is vannak olyan dolgok, amik feszültség, öröm, bánat akár, ami felgyülemlik, és mit tudom én, tehát itt ki tudja magából adni az ember, akár egy dal, akár egy szöveg formájában, bárhogy. Ha már az imént szóba kerültek a rádiók, manapság aranykorát éri az alteres vonal, minimál rock, de inkább a alternatív zenei vonal. Ezt szerettem volna kérdezni először, mint zenészek. Ti mit gondoltok erről a fajta zenei köntösről, zenekarokról, akik mondjuk Budapesten akármilyen önálló klubkoncertet napok alatt teltházassá tesznek, a fesztiválokon, meg a Tankcsapda, meg a Kova, meg a Vega mellett headlinerek? Ők valamit jól csinálnak. De ráéreznek a piacnak az igényére. Jelen pillanatban jól csinálnak. De figyelj, egyébként jó is, tehát én nem mondanám azt a ha már a Well-Hellót hoztak. Ez mint a zenész, ugye? Ez volt. Igen. Így. Valamit jól csinálnak. De hogy szerintem egyébként jók. Tehát nekem például nincs bajom ezekkel a zenékkel. Tehát azért volt ennél sokkal rosszabb korszak is azért. Tehát hogy ez jó, mert egyébként még a legpopulárisabb is valami fajta zenéiséget vitt a dologba, tehát nem csak az, hogy élőben. Igen, nem csak az, hogy letöltöttek egy MC Hammer CD-ről egy loopot, és akkor azt így 8 zenekar végig énekelt rá 34 szerelmes dalt, azt viszont látás. Tehát ez még mindig egy jobb verzió, nekem nincs bajom ezzel a stílusra, attól függetlenül, hogy mi baromira nem ezt a stílus képviseljük, és az valljuk be, sose volt egy népszerű stílus, amit mi képviselünk, de mi ezt szeretjük. De nem is célunk, hogy mi versenyre kelljünk ezzel. Tehát ez most egy felkapott dolog, ez lehet, hogy jövőre nem lesz annyira felkapott, 2 év múlva, vagy akármikor. Hogy a következő lemezen sikereket meglovagolva próbáltok majd betörni, és ilyesfajta alter megközelítésekkel. Gondolkoztunk egy ilyen Renye fiú csapaton, csak aztán voltak itt bajok, hogy koordinált science lépésen, szálltuk a francot.
Pedig én úgy mozgok, mint Fred Astaire. Azt tudja. Főleg most. Mi most mi van? Hát most, hogy mozog Fred Astaire. Na hát igazából tényleg az a lényeg, hogy február 6-án itt a Klub 202-ben lesz egy farsangi buli. Bemutatkozik, tehát debütálni fog az új szám, megünnepeljük, hogy Exül 54 éves, meg örülünk, hogy hatan megint újra a színpadra állhatunk. És utána megy tovább minden, írjuk a dalokat, májusban még szeretnénk stúdiózni, rögzíteni, ami még van, vagy még nincs, de lesz. Srácok, nagyon szépen köszönöm az interjút, sok sikert kívánok, és február 6-án találkozunk. Mi köszönjük szépen. Hello. Sziasztok. Sziasztok. Mi vagyunk a Hollywood Rose, nézzétek az E-kultúrát és olvassátok is. Február 6-án találkozunk a Klub 202-ben, ne felejtsétek. Sziasztok. Hello. Sziasztok. Nem elgondolkodtam. Mondd el még egyszer, Jesse, mondd el még egyszer. Még egyszer mondd el egyszer. Csak úgy, hogy a zabaj kicsit más, hogy üljön. Úgy, úgy marad, bazd meg! Hallod, előre volt. És kézd, Jesse, így maradt a csáv. Hogy itt nem fontol? Nézd meg, beszélsz. Nem mondom, azt hittem, akar még mondani, hogy azt hittem fontol. Jó, nem karolt át a Jesse. Coci, elkaptad a pillanatot? Ezek különböző. Ha nem akarod, abba kitartottam másfél. Kapd el a pillanatot. Na mondd el még egyszer, Jé. Hogy gyanús volt, hogy nem vakodott. Pedig ez jó volt. Nem baj, valami. Jé, jó volt. Mutatom az átok, de mindannyian. Jó volt. Egyszer. Sziasztok, mi vagyunk a Hollywood Rose. Erik. Viktor. Jesse. Zaba. Nézzétek. Ez mi volt? Ez új! Mindenki más, amúgy. Ez új volt, bazd meg! De Zaba csak így jött, aki nézte, hogy mi van? De improvizál! Viktor szólózott egy jó. Egy saját nevét, jó? Jó, akkor elkezdem. Sziasztok, mi vagyunk a Hollywood Rose. Viktor. Zaba. Jesse! Na még túl írtelem volna! Nem számítottál rá! Aj, ne kapkodjatok már! Az vagy! Jó, geci! Verkes Gabi, tessék! Nem is ittunk, az meg! Na! Sziasztok, mi vagyunk a Hollywood Rose! Viktor! És miért mutat másra? Mutat, hogy csinálja, zavar! Megkapcsoljam a súgót! Nem akartalak lepni! Idehozom a súgót! Jó, oké! Zaba! Zaba, ennyi a szöveg! Zaba! Nincs egy szűk papír! Nincs egy tollat! Sziasztok, mi vagyunk a Hollywood Rose! Viktor! Zaba! Jesse! Erik! Ne felejtsétek, nézzétek és olvassátok az E-kultúrát, és azt se felejtsétek, február 6-án a Klub 202-ben. Találkozunk a farsangi koncerten. Na. A picsába. Most megint nem azt kell mondom, hogy Zaba. Sziasztok, mi vagyunk Hollywood Rose. Viktor. Zaba. Jesse. Gyors vagy. Számúgy beadottam. Sziasztok, mi vagyunk a Hollywood Rose. Viktor! Ez így jó lesz. Kicsit bőlegesen. De jó lesz. Sziasztok, mi vagyunk a Kiss Forever-ben.